Csályi Attila filmművész munkái és az Egri szimfonikusok játéka találkozik hétfőn este a Kepes Intézetben a Fénytörés címmel meghirdetett koncerten. A zenei anyaghoz Szabó Sipos Máté karmester kortárs és klasszikus művekből egyaránt válogatott. Ezek a művek mind valamilyen módon a fényhez kapcsolódnak, vagy a fényről szólnak, vagy a földi fényről, vagy az égi fényről, vagy az északi fényről, vagy egyszerűen csak a fényes fénytörési játékáról. És hát ezek az etüdők, ezek a fényetüdők kétszer fognak látszani, és kétféle zene fog alatta szólni, egy kortárs, illetve egy régi zene. Felcsendül majd többek között egy Bach korálfeldolgozás, Mozart varázsfólájából a papok bevonulása, de Debussy, John Cage és Sári László egy-egy műve is hallható lesz.